No. A karibikre is átmegyünk számomra, ez betakarás fönn van. És akkor lehet ízni. Általában egy kasszalinnal bazz... bocsánat. Egy kasszalinnal bannak... Na! Még egyszer visszarakjuk. Kezdjük előről. A Summoner Spell takarás fönn van, általában ugye az ex-Begrip csapata, a Vine csapata, ugye úgymond már most már meg kell szoknunk. Mindig egy Kassadin bannal kezd, amit most mindenképpen Elisszel pótoltak ki, de semmiféle formában nem akarták ezt lekopizni, hogy nevét igazam lehessen bármi is az életben. Erre jött egy Syndra-ban válaszul, és jön a már... jön a másodikban. Az van, hogy tudom, hogy chatre később, és hozzátok később érkezik meg az, amit én mondok, és a reakciókat most láttam meg, sajnos. Belebotok én is, és én... Tehát belebotok én is néha a saját nyelvembe, ez simán a banna második, és erre érkezik egy Zix-ban, és akkor jöhet a legutolsóban minden két csapattól. Oké, okay, Pierce, XD, köszönöm szépen. Szép volt. Jó, be is zárom inkább a chatet, mert ez nem volt szép most. Jó, hát persze. No, de maradjunk a lényegnél, ami nem más, mint hogy Kasszalinban csak megjött, köszönöm szépen, mert ha azzal kezdtem már a mondani valómat, és abba buktam bele, akkor legyen meg az a Kasszalinban. Köszönöm szépen, X-Worm, hogy ezt a band szponzoráltad számomra, és megjött a eddig mindig is örömmel és felkészülten várt Kasszalinban minden meccsen, minden egyes meccsen, eddig, amióta X-Begrip az a Vine létezik, minden meccsen volt Kasszalin banjuk. Ezt a jó szokást, amit ugye majdnem minden meccsnek köszönhetünk, meg kell tartani. De lehet, hogy majd, amikor ott vagyunk is, az LCS kapuiba lép be a magyar csapat, és esetleg a Vine lesz az, és a Kasszalinban ott is kinyomják, majd akkor majd így, én mondtam, hogy tartsátok meg. Én mondtam! Kategóriában lehet majd ennek örülni, de nagyon elkalandoztunk fényéves távolságokra, mert még a sajnos nem járunk. Extra első pick egy Annie. Amit elég valószínű, hogy Dugó, illetve még Kriszki is megkaphat. Hogy az target pick volt, én ezt majdnem biztosan merném állítani. Nem egyszerűen álltuk már Dugónál az Annie-t. A trashben ugye nem volt meg. A Syndra-ban viszont meg volt. És ugye azért is reménykednünk is, imádkozzunk kellett eddig minden meccsen, hogy azért a Krisz Syndra-ját hagyják bent, mert az nagyon jó. Én nagyon aljas húzás, Renekton pick jön közben az ellenfél Sun csapatától, és akkor most lehet gondolkozni, mit fog ráhozni majd Getro, hogyha lane swap nem lesz, ugye? És Leona. Most a Leona... Ajajajajajaj... Na most Exxon pickjére leszek kíváncsi. Itt a Summoner Spell pickjére, és hogyha Leona az benn marad, és hogy ő mit gondol ezzel kapcsolatban, és mit érdemes hozni ez ellen. Márpedig Leona pick az benn marad, egy Gragas a következő pickünk Józsefnél van. Hát nem tudom, hogy József az elhozza jungle-ben, mindenképp meglepődnék, de legrosszabb esetben Chris ki fogja kezdeni ezzel a pickjére, Gragaszt. És Getro Rengar pick. Ugye most marad-e vagy nem marad, ez egy nagy kérdés, és nagy kérdője nekem is, és szerintem majdnem mindenki számára. Szerintem szám szerint még egyetlen egy tenyerben meg tudnám számolni, hogy hányszor láttam Rengarra játszani Getrót. Jó, jó döntés volt. Nem sokszor láttam Rengarra játszani, és most sem leszünk ennek szemtanúi. Egyenlőre. Lucian, amire X-Form szavazott és azt kéri. Már csak az a kérdés, hogy az Annie a supportnak készül, vagy ő megy midre, és Józsi jungle-ezik ragasztani. Mostanában nagyon sokan preferálnak. Sok a kérdőjel, még a saját csapatunkban is sok a kérdőjel, ami mindenképpen engem most zavarba hoz. Nem tudom őket hova tenni. És nem tudom, hogy pontosan még ennek mi lesz a végkifejlete. Gyorsan kérdés, addig a chatre nagyon fontos kérdésekkel válaszolom, hogy mi van a német kupával. Az a My Revenge kupa volt. Másodjára akarták megrendezni, ugye? És hát összeszarta magát a honlapjuk. Teljesen, és utána már én nem jártam fel ugye a TeamSpeak-re, és más kontaktjuk velem nem volt. Tehát majd utána kell járni, hogy ők még tartanak-e igényt ugye magyar kupát nyitani német ajakkal, mert akartak és csináltak. És olyan a pick jön közben, na akkor most lehet gondolkozni. Hogyha az bennmarad, akkor a Gragas az tényleg Józsival megy az erdőbe konkrétan. Tehát az azért merész lesz egy olyat végignézni. Oké, még itt várj. Azért nem is élem bele magam, mert nem tudjuk, mi lesz arra a végleges pick. Viszont jobb volt, azt látjuk, hogy Jinx jön a Leona mellé. Kha'Zix pedig ugye még a Summoner's Spell-eket nem látjuk. Én látok már itt furcsaságokat, és tudnék hozzászólni, de nem mondhatom senkinek sem.
jelen pillanatban, amit mi alapvetően gondolunk, az a Renekton top. Kha'Zix vagy mid, vagy jungle. És a botnén ugye maximálisan készen van. És úgy néz ki, hogy any support lesz. Nem lesz trash support a játékban. Hogyha Chris ki így marad, bár mi ez is kérdés, ez Viktor, ez mi Chrisnél? Ezt sem láttam meg nála túl sokat. Hát ez... Gyerekek, tele vagyok kérdőjellel. Tehát a Lucianon kívül én más, ez többi karakter nem láttam túl sokat játszani a White színeiben. Elgondolkodható. Most mennek a csereberék szépen. Ugye név alapján mindenki be tudunk azonosítani, hogy Exorm az AD-kérnénk, Józsi pedig ugye játszik a jungle-ben, Getro topos dugó pedig a support, és Chris pedig a mides, és ha ez a felállás így marad, akkor viszont Józsi megy jungle-be ragasszal, any support ugye, és Viktor mid, Exorm pedig Lucianével, nem egyszer láttuk már, tehát azzal meglepetés nekem nem okozott, de kíváncsiak. Én kíváncsi vagyok erre a felállítás, hogy hogy fogok szuperálni. Summoners felek egy 20 másodpercen le fognak kerülni, és akkor lehet majd beszélgetni, de... Hát... Meglepetés már nem lesz. Túl nem meglepetés már nem lesz, ezt el tudom árulni. Lesz, ami nem lesz túl kellemes dolog, de meglepetés az nem igen lesz. És a Summoners felek most akkor le is kerülhetnek szépen. Pitty, le is vettük. Kezdjük a mieinkkel. Exform, Ugnota, Leona ide-oda, nem kell Clans, hozom a barriert, oké. Ragasz, Józsi személyében pedig ugye jön szépen, hát a Flash Smite, ez elég valószínű volt. Getro, Flash Ignite, Annie, dugó személyében Flash Ignite, agresszivitás, maximum fokon körülbelül, Chris pedig Flash Ignite. Viszont a Sun csapatánál kettő darab teleport, mint topon, mint miden lesz a teleport, és Kha'Zix megy a jungle-ben, amit eddig is gondoltam, mert Ryze jungle lett volna a másik variáció, ugye felállásból, hogy talán ő mehet még, és Kha'Zix beszánkózik midre, de nem. De viszont van két teleport. Mint miden, mint toppon, tehát hogyha egy Dragonról lesz szó, vagy Splitpushról lesz szó, vagy hirtelen kialakult nagy gankről, amit valahogy counterelni kell, akkor a Sun csapata úgymond tud meglepetést okozni, vagy nem meglepetést, hanem inkább kellemetlen szituációt tud előidézni. Talán ez a legjobb megfogalmazás rá, mert az, hogy teleportra jönnek ki, aztán mindenki látja. De meglepetés már nem lesz, inkább csak kellemetlen, hát elfogadás annak érdekében, hogy ez most igenis fájni fog. Közben, amíg van egy kis időnk, addig belenézzük a chatre. Nem. Stúdió mikrofonom van, nem. Én mikor, valamikor néztem, hogy milyen ára vannak a stúdió mikrofonok, és így... Hát 40 ezer, ha nem. Egy teljesen full-up fülesem van. És nagyon jó beállításokkal. Tehát nagyon sokat tököltem azzal, hogy a beállítások szuperek legyenek. És így, amikor mondjuk nem beszélek az OBS beállítása, akkor síri csend van. De hogyha elkezdek beszélni, van egy nagyon minimális alapkis icipici zúgás, és emellett teljesen tiszta hang. Na most én ezzel kb. Napokat szenvedtem, hogy ezt be tudjam lőni. Ha belinkelj neked két régi adást, mondjuk egy két évest, hát aztán ott megy a lavina, meg megy a Nílus minden a háttérben. Egy évvel ezelőtti pedig, hát teljesen más hangon volt. Tehát kamasz voltam még akkor csak 23 voltam. Meg 24, most meg 25. Nem, hát teljesen más mikrofonjai voltak, és hát most már azért odafigyelek a beállításra, meg tényleg össze, sikerült összehoz patentül, tehát jól működik. És jó végül is. Tehát nem, a válasz nem stúdió, Tesco-s, de jó beállításokkal. Még itt gyorsan visszafutok ki. Az enemy látom már válaszoltak is, de ugye neked is mondom, ott a bracket nagyon jó, Spieler dot már rá is szokott arra, hogy van egy jó kis parancs, hogy be lehet írni, és vissza lehet nézni, milyen ágrajz van, és mi az enemy a Wide-nak, ott meg lehet nézni igazából, hogy a Sun csapata az ellenfele a magyaroknak, a Wide csapatának is, hát láttuk ott a lobbiban, van ott mindenféle csini keret, mindenféle apróság, hát valószínűleg nem lesznek rosszak. Egy nagyon kemény meccsünk lesz, és ez még csak a kezdet. És még van legalább két meccsünk ezen kívül, amit végig fogunk nézni. És reméljük, hogy minél tovább a Wide színeiben fogunk mozdorogni, és őket fogjuk végigkövetni. Hiszen nekik köszönhetjük azt, hogy a kupára egyáltalán tudunk, hogy van.
és hogy ők például mennek rajta. Vagy szerepelnek rajta, bocsánat. Ja, ha jól emlékszem, ez már igen. Tehát voltam olyan ügyes, hogy hát ez már nagyon csinos, patentű, be is van töltve. Azért látjuk, hogy hát négy challengeres. Hát van ott minden. Na jó, vissza erre közben, amíg történt be, hogy csinos maradjon és szépen maradjon. Még egy gyors chatre benézzünk, hogy legyen valami. Karácsony alkalmával küldök neked egy normális mikrofont. Köszönöm, de nem kell. Rendes vagy. Postás Józsiról írtak egy külső jellemzést. Ezt nem fogom felolvasni, de majd a moderátorok, hogyha kell, akkor intézkednek, hogyha ilyesmi kerül be. De ez nem az én feladatköröm. Akinek el kell mennie, aki nincs itt, aki lemaradt, aki nem akar maradni, akinek dolga van, asszony, karácsony, vagy mit tudom, csak nincs kedvét ülni, de a meccsre kíváncsi, ne csüggedjem. Ezért lehet nálunk, ha lejjebb tekerjétek az oldalt, akkor ott van a YouTube-os channel, és ott van a Facebook is. A Facebook arra jó, hogy a kupák meccsek előtti tájékozódás, a YouTube arra való, hogy a meccsek utáni visszanézés, a Twitch pedig arra való, hogy a jelen pillanatban itt ülni és végig izgulni velünk együtt a meccset. Na, és ugye ezt szépen kategorizáltuk. Jó, van egy harmadik ikon is, de az senkit ne érdekeljen. Ki van, hát mindenkinek ki van rakva, legyen. Tehát egyetemű, hogy nem ebből vagyunk mi itt, hanem amúgy. Mert én összehúzik ám a supportokat, mindent, amit kell. Úgyhogy nézem, hogy sikerült is nagyjából. Nem. Hoppá, azt nem oda kell volna. Na most van összehúzva, jól. Hogy Leanswap lesz-e? És hogy kinél? Azt még nem tudjuk, nem látjuk, nem tudhatjuk. Az, hogy fölállt tornasorba szépen a Sun csapata, az már Hozier. És Kazisz, aki most maximálisan látta azt, hogy Getro és Dugó közlekedik. És le is adta az infót, le is pittyekte az infót. Helekton fent van toplénen, ő vizet zavarni nem fog. Tehát úgymond emberelőben várjuk a lehetséges invíret, ha lesz, de nem igen lesz. Ryan's középen vagy táncol, vagy csak áll, de ott áll inkább. Semmi extra. Egy kőkemény piroszedés lesz egy Józsutól, amit maximális védő hadsereggel skatujáztott be, és biztosította magának, hogy biztos le tudja szedni, és senki ne zavarja meg az ő jungle-ezését. Láttuk már sajnos nagyon rossz jungle-t és Józsutól, amikor az egész csapat rá volt állva arra, hogy az egész meccsét megbélyegezzék, közben lesz a találkozó Getro Renekton személyében. Getro a bokor ugye nagyon jól tud finoman ugrálgatni, de ez egy kisebb fajta karcsakatáson kívül semmi extrát nem rejtett önmagában. És érkeznek a creepek, és érkeznek szépen a buffok. Aztán szedd a kéket, mi szedjük a pirosat, semmi extra. Dugó és ragasz közben, hát játszanak, szórakoznak, hát gyerekek ők még, hát... Jók ezek a kis emotikonok, lehet nyomogatni, szórakozni. Én is szoktam, de hát olyan jó másokról beszélni. Ha a Smite ugye elmegy szépen Kazikztól, mint pirosnál. Józsitól ugye már evidens, mindenki tudja, hogy amíg Getro játszik ilyen garen stílus és ugrál kifele, hogy a Smite-et használni már szinte kötelező az új újdonsült beállításoknak köszönhetően. Már nem érdemes ugye maximálisan a pool mellett ugye ledmidzselni ezt a buffot. Meg kell nyomni, mert úgyis lesz a következő buffszedésnél. De ez csak egy kis háttérinfó volt, amit valószínűleg mindenki tud, de azért benyögünk, hogyha olyan van. Közben Getro mindig ugrál, dobál, viszont farmolásra kevésbé figyel oda, jelen pillanatban a három kipben neki kevesebb is van. Az adok-kapok botnen is megy szépen, a level 2-t megütötte közben Renekton, míg Rengarunk nem. És ugye további creepetől kell elbúcsúznia, ez azt már Hozier. Dorán Shield van mind a két karakternél fentom, és mind a ketten előtték már azt, amit lehet. Dorán Shieldet is, azt nem lőtik sehova. Akartam mondani, a Trinket is már Renekton lerakta magának. Fönti bokorba. Ezt látta a Rengar, láttuk Space-szel. De mindenképp az info le van adva Józsiának, hogy a top lane gank az max kerülve érkezhet meg. Amúgy nem, mert látta fogja Renekton. Dugó köpköd, dugó dobál. És érkezik Józsi a enemy jungle-ébe, ahol szeri a réteket kell. És igenis leadták az infót Józsinak, hogy onnan a tóból nem tud jönni, viszont hátulról tud jönni, és rohadt sok a creep, le kell mindenki kicsiket amorizni azt a creep, és érkezni fog Józsi. Érkezni fog Józsi.
Érkezni fog, megy a pingés közben, minden valamiért, a száncsapodálatot teljesen felesleges, érkezik közben, most fog jönni Józsi ezzel a creepy, most érkezik el, most jön meg, mi mindig nem látja Renatónak, Renatónak van flash-e, el fog tudni jönni. És most valamiért visszanéz, és valamiért érez, hogy Józsi fog jönni, de ha minden igazából lesz egy flash, hogy kihúzunk Renatónak, ki kell húzni ezt a flash-t? Húzzuk ki ezt a flash-t, ott a flash, jó, és meg fejezett az Ignite, és meg van! El fogjuk vinni, az Ignite viszi el, az Ignite vihette volna, és érkezik rá a Rise teleport között topra, teljesen feleslegesen. Gyerekek, 500 gól plusz, egy teleport plusz, egy flash plusz, egy fölözbe plusz, hát innen kihoznunk, amit lehet. És még a flashünk sem ment el. Hát egy teljesen jó cserebere volt, Gertrude flash-e ugyan elment, viszont hát a pirosnak köszönhetően Józsi fejezi be. Tehát az Ignite rajta kattogott, a Józsi jobban figyel, és az utolsó, mondjuk az a baj, hogy a piros miatt ment ki a szlóv. Tehát, na, a szlóv miatt ment, na, hülye vagyok. A szlóv miatt ment ki a piros. Tehát konkrétan, hát akarva, akaratlanul is elvitt a Józsi azt a buffot, azt a killt. Közben egy szekundot kértünk. Mi? A pauznak az oka, azok mi vagyunk. Tehát valami van. Valami van, nem tudjuk, hogy mi, viszont nagyon jó. Tehát hogy is mondjam, a beszélgetés, az info, az megvan. Megvan az info, lepörgött, hogy hol van a ward, és teljesen jött rá a lehetséges gang topra, és ezt Józsék be is fejezték. Nagyon későn flash-et, nem is értettem, hogy el akart úgy jönni, hogy a flash-ét jelse nyomja, és ennek lett egy first blood köszöntésképpen, Ryze is elment a lényéről, teljesen jó. De jó ideig nem lesz botlének gang Ryze által, Max Renekton jön le. A slow miatt ment ugye rá az autót a Grasztól, ugye a pirosnak köszönhetően, igen, azt jól mondtam, az már nem tudsz belekötni. Hey! És hát az is vitte el, de hát ez már részletkérdés. Pedig az Ignite, ott már kattogott rajta az Ignite, tehát már az a Renekton az már halott volt. Az egy kitömött krokodil maradt már a végére. Köszönjük szépen, neked is boldog karácsony és kellemes ünnepeket majd. Hát elég valószínű, hogy ezek után holnapi naptól nem túl sok streamünk lesz, mert hát mindenkinek jön a karácsony, mindenki utazik haza, de ha lesz, akkor egyértelműen szakítunk rá időt, és valami, ha valami lesz, valami kupa, valami ilyesmi finomság, akkor mindenképpen helytállunk és itt leszünk, persze. Egyértelmű. Valami van! Köszönöm, Hero, te is itt vagy, jól látom. Oké, ennek örülök. Közben a pauz, az mi mindig ketyeg. Belenézzünk a chatba, hogy mi a helyzet, hogy miért ketyeg, ugye mi kértük. Közben csacsik, mennek tovább. Az elődöntőn már túlhaladtak, és akkor most, nem, bocsánat, a 8 döntőbe mentek be az elődöntőbe. És ott minden igaz, akkor a Wilddal fognak megmérkőzni? De az ágra bele kéne nézni, konkrétan. Megsétáltatom a technősemet. Jó. Megy a chat, megy a pörök, szépen minden megy, de nálunk van valamilyen probléma. Én fenn vagyok a TeamSpeak-en a Wildosok alatt, viszont nem akarom megkérdezni, nem is akarok bezavarni, majd megtudjuk és majd megy tovább a játék. El kell külön teljes mértékben ilyenkor arról, az azzal kapcsolatban, hogy ott mi megy és itt mi megy. Már vártam a kérdést. Check chat, Pierce. Igen, megnéztem, köszönöm szépen. Begrip volt, nem volt hülye kérdés, nagyon sokan még nem tudnak róla, én ezért is, én nem azért mondom, hogy itt egész nap marketingeljek, mert nem áll módonban, egy fittingem nincs belőle, én teljesen tiszta szívből csinálom, és a lényeg az, hogy a Facebookon azért érdemes követni minket, amit lente megtalálsz, mert az ilyen infókat, ami eSports és magyar és LOL info, azt kiírjuk. És a Begrip szervezetről adott info, és hogy miért lettek a, és hogy igazából a Wilds színekben játszanak most már a régi Begrip játékosok, erről mi adtunk hírt már több hete. Tehát tájékozódásképp mindenképpen jó minket követni, de lényeg az, hogy a Begriptől a játékos csapat, játékos, az Akta és öt fős csapat kilépett, XY dolog miatt, és a Wilds pedig beléptek. Nem a Wilds kerestem őket, hanem ők léptek be hozzájuk. Tehát úgymond szervezetet váltott az öt játékos, aki most jelen pillanatban
Wilde színében játszik. Ennyi a sztori, erről adtunk hírt, erről a Wilde is írt hírt, a Begrip is írt róluk hírt, tehát a klán oldalukon is lehet ezeket megtalálni, de mi is szóltunk erről, hogy tudjátok meg. Végülis jelen pillanatban örülnénk, ha minél több lenne, de a hát a legrégebb óta összekovácsolt és létező csapat, aki magas szinten most eredményeket ér el, az ex-Begrip, tehát a Wilde csapata, és ezért ő tényleg örülnénk, ha minél több lenne. De egynek is nem örülünk, csak ne legyen sohasem megállás, és tudjuk, amíg lehet. Ennyi volt igaz, amit akartam hozzámondani, tehát ezért érdemes, de nem kötelező. Még mindig várunk, nem tudjuk mi van, ahogy nézem, itt nincs dugó van lemjutolva, már nincsen. Lehet, hogy volt egy kis gyors talking. Most volt chatem valami. Sorry, do not guys, he's probably talking with a girl, shouldn't take long. Valaki beszél egy leányzóval, nem tudjuk ki. Nem is olvastam el. Ömom. Nem tudjuk, valaki a Begrip, bocsánat, ex-Begriptől a Wilde... Pause. Replay. Tehát valaki az ex-Begrip, azaz a Wilde csapatában beszélget valakivel, real life, vagy akármi, lehet, hogy Facebookozik. Nem tudni, és ugye miatt pauz van kérve. Ugye ez elvileg nem ruház föl senkit, hogy egy harmadik személyen való beszélgetés miatt pauzolni kéne egy játékot. De valami van. Valami van. Valakire várunk, és nem tudjuk kire. Az biztosan nem X-Form, és nem Kriszki, mert ők itt van a gépnél. Lehet, hogy Getro, lehet, hogy Józsi. Nem, Józsi is itt van. Akkor szerintem Getro lesz, aki. Vagy Dugó. Egy Dugó lesz az, mert ahogy néztem, igen, egy pár percig, egy pár másodperc, egy Dugó volt le. Nem. Dugó volt lemjutolva, és lehet, hogy nálam van most valami családi gebasz. Hát, amíg az enemy, addig azt mondja, hogy oké, okay, addig rendben vagyunk. És eddig halálom, mert sem kezelik. De viszont a 3 perces delay már ugye lejárt. Tehát most, hogyha mindenki ránéz a meccsre, a streamre, bocsánat, akkor látja, hogy hol vannak jelen pillanatban a vardok. Tehát most lehet puskázni. Minden két csapattak, de hát olyan túl sokat nem fognak lepuskázni. Csak azt mondjuk, hol áll Viktor, úristen benne a bokorba, úristen Enit majdnem a bokorba, és úristen hát van egy voltot fönn toppon. Tehát ezen kívül más nem lehet, tehát hogy érdemik, hogy puskát nem lehet lenézni, de lehet. Ilyenkor már igazából ők elkezdték már lehet, viszont mi ugye 3 percben kezdjük rá, de ha az idő alatt lenézi, akkor ugye az állókép alapján mindenre tudtak puskázni. De ez egy kis háttérinfo volt, meg hát most addig is beszélünk a semmiről. Hát nézzünk rá a chatre. Is this torment like new thing and it's made like once or is it type of torment that is made once every month or so? Most erre én nem tudok válaszolni, főleg nem angolul, mert a fogalmazási készségem az nulla, még ha megértem is mit pont, de nem tudom megfogalmazni, mert valaki leírja. Ahogy látom, Kata fiam le is írt, köszönöm szépen. Valamennyire válaszolt rá. Mi sem tudunk amúgy túl sokan, tehát teljesen mindegy. Valakinek tip, miért lagul a Twitch-em? Kedves Kick Zone Han. Hát amit Laci írt, az nem biztos, hogy úgy van, hogy szar a neted. Ha már néztél valaha a streamet, és eddig nem volt lagod, akkor az összes létező előzményt, cookie-t töröld a picsába, a fenébe, bocsánat. Vagy próbálj meg egy másik böngészőt, vagy még alternatívabb dolog, hogy ugye frissítsd ugye megfelelő drivereket. Lásd mondjuk itt tényleg ilyen shockwave playert, vagy nem tudom, még vannak ilyen vacokat, meg az ActiveX-et, nem tudom, miket használsz, ezeket frissítsd, de általában tényleg a bővítmények, előzmények és a cookie-k sütik törlése általában már megoldja. Akkor egy bezárás, újraindítod a böngészőt, vagy bántasz egy böngészőt, az általában megoldja. Erről van nekünk is szépen írva, még anno Gige készítette nekünk, hogy pontosan mit lehet a streamakadás ellen tenni, azt a Facebook oldalon is meg lehet találni szépen. Tehát oda a teljes leírás van. Tehát az, hogy ahogy Laci mondta, hogy hát szar a neted, az tényleg a legprimitívebb megoldás, de amúgy az is lehet. Nem, nincs kizárva, de valószínűleg más az oka.
Nézzem be a chatbe. A dugó is itt van, tehát Getro. Getro a bűnös. Getro van valami. Lehet, hogy... Jó, hát a saját csapatási szépen szétoltják Getrót. De nem tudjuk, hogy kiért afkol és miért afkol, de már 11 perce pauzban a gyerekek azért... Lehet, hogy pofátlanat most csinálunk, de nem tudjuk, mi a baj. És bemutattuk, hogy lehet 11 percig a semmiről beszélni, a nulláról. Lehet, hogy már szerintem senki nem néz a streamet, azért ránézzük, hogy vagyunk-e még pár, vagy hát online-e, mert semmit nem nézünk. Ketyeg a számláló. Kettjék a chat is, pörög. Ha! Ah, ott az a pause! Sorry guys! Yes! Na, mehetünk! Na! Hát, welcome back, kedves Space! Mi történt? Eljön a szívedet! Hát erre jártál, báránykám! Hát, maximális honor az enemy csapatának. Hogy ezt ők képesek voltak kivárni, közben... Ezt... Amit... Igen. Igen. Hogy a... Igen, ez menjen közben. Dugóra érkezik rá Leona, kiment közben ott még egy Ignite és zenire. Ott most mi van? Ajjaj, közben érkezik közben a jungleből, és ugye ez teljes mértékben a tribus ward nem létezése. Szerintem Dugónak is így, mi történt? Ne? Ugye Freshen már kiment kicsit hamarabb, de az, hogy Kha'Zix rárepült a fejére, hát azt még szerintem én se, sőt senki nem tudott volna reagálni. Viszont próbálok ezzel trade-elni Ryze-zal, és kijön a flashünk. Nem volt sem alany, érkezik a Rise Flash, ott az Ignite is kiment, és elviszik Risky, gyönyörű szép! Gyönyörű szép volt, hát micsoda facepalm, amit Rise kapott, de atya úristen! Se teleport, se flash a Rise-nak. Na, hát így menjünk ki lénre! Hát nagyon szép volt! Hát azt hittem, hogy itt a Rise úgy fog flashenni, hogy teljes mértékben halálba tiprás lesz Risky számára. Közben, amit mindenki meg kell említenünk, és nem egy jó hír, hogy Getro 15-16 creeper rendelkezik Renekton a szemben, akinek 33 van. És Renekton töltött meg az előbb. Jó, lehet, hogy Getrona most olyan szintű trauma éri a hátát, vagy beszélnek a fülébe, hogy nem tud még a farmos odafigyelni, azon mindenképp korrigálni kell, mert az gyötrelmesen rossz. Getron az mindig újra level 4 közül a szintlépés, az még neki sehol nem messze levelhez képest. Így legalább egy jó 4 creep, inkább, hát inkább 3. Ja, még egy creep kell legalább ahhoz, hogy level 5 meg lehessen. Hát konkrétan muszáj a farmra ugrálnia. 18-41 jel szemben. Kriszki meg Exoron vezet a lényén, az a semmi gond nincsen, de Getronál vannak most bajok farmügyileg, meg ahogy hallottuk ugye a magánügyileg is, de majd korrigáljuk szépen. Majd korrigálják szépen. Visszatrázz lényre, level 4-esen. És akkor lehet szépen popozni. Mi az a damage? Hát mi az a damage? És az útin is kitanult a kontrollerre, nagyon gyorsan Kriszki, és hát a Ryze az teljesen le van radírozva. Hát le van radírozva a Ryze. Hát sehol nincsen. Hát ez a Krisznek a viktória. Amit még nem láttunk közben. Közben Kha'Zix érkezik meg, és beleszaladt szépen dugóvulnak a stunjába. Ezek jószt kihúztunk, úgymond idézőjelben Kha'Zixból egy flash-t is pluszba. Na mindenképpen patent. Tehát próbál botlane-re ninjázni, minél többet jönnek, tehát Kha'Zix csak botlane-en járt eddig, de lehet, hogy a level 4-es Ryze-ra kell majd egy kis támogatás. Mit kapott az a Ryze, te úristen? És megy a buli fenn, a top lane-en, Renekton ulti kim van, Rengar pedig, hát így gyorsan beéparkodik a 31 creepybe torony alá Getro. És most fog lejárni az ulti, ami popozkodik kicsikét, Renekton meg is eszik szépen két torony damage-et, annyira nem volt ez rossz. Nem mennek azok a lászhitek, nézd meg. Legalább négy lászhitet néztem most végig elbukni Getrótól. Valami privát probléma van igazából itt, ami még puzza meg
megbélyegzi Getro játékát, ami így sem működik jól, miután Renekton visszajött a lane-re. Két olyan gusztustalan karat a játszik egymás jelen top lane-en, hogy Isten áldja ki ezek a játszik. Leon a becsúszott a torony alá lassan. Egy torony damage, megvan, Jinx-nek a CC-je beleáll, csak Tuko. Ha Exorot ment volna egyenesen tovább, ő is beleáll, de a következő Leona rácsúzásban Jinx meg fog halni. Jinxnek van flash-e, Jinxnek van barrier-e, Leonának van flash-e, és Leon van ignite-e is, és a csúszás megint jó, és megint mélyre csúszik be Leona, ahol megint jó dugó, pedig bünteti közben Jinxet, kiment az ignite, és lehet rá még egy spell, és meg lesz a Jinx! Nem viszi el az ignite, elmegy a barrier, nincs meg a Jinx, de meg van mindenképpen büntetve, megy hátra torony alá, és mehet haza ismét az AD carry az enemy csapatának, és lúgusan továbbra is farmol kint a lénen. 13 creeper vezet csak, de hát igazán meghaltott volna az a Jinx, már nem azért. Hát dugó maximálisan zónázza ki, ahogy csak lehet, ahogy csak ember teheti. Azt a Jinxet úgy, mikor Leon ennyire mélyre becsúszik. Ötvenegy, hatvanhat, na azért valamennyire pofozzuk már fölfelé ezt a farmot. És érkezik között Kha'Zix topra, amire nincsen vardunk. Nincsen vardunk, és Kha'Zix itt... Kha'Zix óriás itt genkel topra! Ja nem. Hát ez mi volt? Jó, oké. Tehát szimplán a torony alatt, szimplán a bokorba ült Rengar, és így a Kha'Zix így végig sétált a lénen. Mindenképp jelezte, hogy ő genkelni szeretett volna. Most érkezik újra, ez biztos. Erre már lesz valamennyire visionünk. Nem akkora, de látni fogjuk, amikor befordulott. Rengárt most látjuk, Kha'Zix most érkezik, és most a Varna köszönöm láthatjuk, és onnan el kell kezdeni most már menekülni, ultink is van, ha nagy gáz van az ulti, kiment, na? Hát ezzel a genkkel mi lesz, gyerekek? Hát semmi, ugye Józsi nem érkezik, counter jelen pillanatban lentre érkezik egy ninjából, ugye Jinxnek mindenek kiment, aminek köszönhetően most Józsi úgy jött be abba a bokorba, hogyha Leon rácsúszik valakire. A Leona rácsúszik valakire, lehet menni, ott van szépen, a Galagos ulti még nem ment ki, Leonára megy ki a burst, Leonának még van viszont egy flash és ultia is, és most utána flash elég Galagos ultival fejezzék be, dugó fordulni Jinx-re, Jinx pedig valamennyire szeretné Exorot elvenni az ultira, közben el is viszi, szóval Jinx is meghal, 2-1, Jinx mit killt, Lucian pedig semmit, annyira nem jó csere, viszont még Getro magával tudja rángatni Renektont a halálba, az Ignite el tudja még vinni, nem lesz elég. Nem elég Getronak, nem viszi a Renektont, és így pedály voltak konkrétan brutálisan. Space. A botlane úgyhogy Lucian nem visz sajnos killt X-Form személyben, annyira nem hiszem, hogy teljesen jó, de hát a 2-1 az mindenképpen jó. Tehát jó az, csak nem a legjobb. A Jinx pedig sajnos alá kell írni, hogy szépen nem ismerte fel a helyzetet, és elhozta magával azt a killt, amit kell. És így X-Form meghalt. És az a barrier, hogy nem védte le azt az ultit, azon én is meglepődtem. Az a Leona ennyire mélyre becsúszik. Hát most komolyan, tehát hát de nem lehet másra mondani, mert mélyre csúszhat be a dashének köszönhetően. Vagy hát most mindenképp a játékon belül maradunk. Oppá, az a Józsi genk, az már nem lesz annyira szuper. Viszont a flash az megvolt. A Galagos ulti az most még éppen nincsen, körülbelül egy 3-4 másodperc van lesz egy Galagos ulti, és ebből a cserébe most lehet fordulni, ott van, mehet haza hátra a botnén, Kha'Zixre mehet, a fókusz megvan, nagyon szép Józsi fejezi be, Leonak, ha még becsúszni, hát mit akarod 100 HP-val, komolyan? Hát Dugó azt mondja, hogy hát a más nem, akkor majd én befejezem, hát nem menjem már senki se haza. Az a Galagos ulti visszatörő tökéletes volt arra, hogy a botnén, amíg Kha'Zixot öltük, semmit nem tudott hozzászólni, semmit. Nullát. Nagyon jó volt a Galagos ulti. Tehát MVP. Józsitól, hát 4-0-ás közben József úr, 54 creepje mellé, hát na. Van miből kajálni a ragasztak, nem mintha eddig is kicsi hasa lett volna. 67-97-re, fent jelen pillanatban a creep arány. Józsi még nem volt fönn top lane, nem csak az első first blood, azóta ugye lassan hát 9 pe... Ha a Dragont is elvitte volna a Jinx. Biztos, hogy Józsi lett a játékot, az Hódziher. Bele-vele halt igazából, de ha a Jinx most ebben még meg fog halni, Dugónak és Jessonnak köszönhetően, hoppá, érkezik a Renektont a topról. Hát ez mit csinál itt?
Mit csinál itt? A Flash kiment, dugónak Flash-e is van, nagyon szép. Nagyon szép dugó menekülése, viszont egy Kha'Zix jön, Kha'Zix kőkeményen jön, aztán kiment, Exonnak lesz egy plusz egy kill-e, így van, és dugó még mindig él, dugó még mindig él, nagyon szép játék a dugótól, és Exorm, Exorm végre megkapta a kijét. Igaz, hogy Jinx ulti, az arra nem lehet azt mondani, hogy csúnya volt, mert hát szerintem még Józs is meglepődött rajta, de ha a Dragont is elvitte volna, az lett volna igazán cink. Ugye kiment rá lehet a teleport. Ilyenkor Gatronok mindenki gondolkozik azon, mit fog csinálni, hogy adjon puffolni ne, és ne is buffolja, hanem pusholja a top lane-t, csak sikerül kimondani, vagy pedig ő is leérkezik az esetleges Drake szedés, ami ugye rég megvolt, Relaton ismét egy késői teleportot nyomott, viszont van egy ragaszulti. Itt, hopp, azért már maradt már Dimitri vígan bőven, Zónyán kezdi el közé építeni ragasz. Józsi személyében, és 3,3k gold, de inkább a Dragonnak is köszönhető, illetve az egy towernek, amit minden betört Chris, kőkeményen. És mehetünk haza. Lehet menni vásárolni. 82 creep-el, 2600 golddal. Na mit vásárol? Egy Patterstor, jöhet. Jó az. Jó az ide falura. Jinxnek még nincs kész. Egy kicsi, hát nem azt mondom, hogy gold előnyünk az nincsen, hanem igazából mi a cipőt még nem fejeztük be, szemben Jinx már igen. Hát a kék, hát nem tudom, hogy nem. Józsi igényt tart rá, ugye Chris igazából megvan. Megvan a kék buff nélkül. Egyenlően még annyira nagy problémát nem okoz neki a Ryze. Ryze. Hát dugó még az a krumplikat dobálja szépen. A gombócokat a Leonára. 2090 creep, Renato 118. Ketro beugrik, Ketro fightolni akar. Szeretné egy védet játszani, és miközben farmolni is kéne. Mert az adok kapok, ugye a Sunfire már kész van a Renatom, viszont rajtom még nincs, legalább még egy 130 gold híja van. Az még nem most, ez közben érekezik Józsi. Hát Renato, neked a felsőbb az előbb kiment. Arra kell nagyon figyelni, hogy Ketro ne halljon ebben, a ragaszultink is van. Na kiviszi el, Chris kiviszi el. Nincs mese. Hát ez... Egyrészt se Ward, se Flash. És tudja Renekton azt, hogy a Getro hátrában van, és mégis belemegy a fightba. Hát ez egy orbitális hiba szerintem az enemy részéről, amit maximálisan kihasználtunk. És mindenki örül neki. 3,7k volt az elő jelen pillanatban. És Getro megy haza, beízítja Sunfire-jét, megyen neki is. Kilt még ő mai napig nem kapott. Ott a Sunfire. Mégis van. Úgy nézem közben, Viktor megtalálta rá, ez kiment az ultja és pluszba. Kha'Zix, aki érkezik itt gyorsan egy ilyen szívégyzés ambulance kategóriával, és Jinx közben megy el, és ugye a Maci nem, Maci vissza fog jönni dugó mellé, már az egy Jinx brutális háborút már vív le azzal a Macival, nézd meg, hát ez nagyon vadállat az a Jinx. Vicces volt így végignézni, de konkrétan nem tudott más csinálni, mert a Maci lepőfölte volna, hogyha még visszamegy fájton a Leonája mellé, csak így vicces volt, hogy egy Maci konkrétan bünteti a Jinxet. Persze a dugó Macia, az megint más. És Getro mostan kezd egész jól kijönni, ragaszolti kiment közben, Jinx barrierje egy azon időben elment. Ugye toronyanál jövünk vissza, viszont van itt 4 játékosunk, összesen igazából 5 is. Na, a Varnak köszönhetően Józsi le fog bukni. Rattunk le mi is egy Varrot, és Józsi fog látni, hogy a Kha'Zix érkezik talán vissza. Hát most itt lent, 4v4 lesz. Józsi, aki megy most Kha'Zixot tergetni, és keres, hogy hol van ott a Flash közben, és lehet helyezni, van hordónk is. Nem. Hol a hordó? Ja, nem, bocsánat. Maga az ugrá, a Flash is csúszás közben ment a hordó is, egy azon helyre. Sajnos nem maradt, és kiment a Flashünk. De Kha'Zix is kiment. Hát megy mindig fent toplén a buli. Ha Renekton ulti lejár, akkor Getro megint vissza tud pofázni valamennyire. Renektonnak. Megy mindenki vissza a helyére. Igaz, hogy minden már torony nincsen, de mindenki megy vissza időzőben a helyére. Hát Ryze-ek már lassan lénye sincsen. Nagyon hamar kétszer lett amortizálva. Kikesznek köszönhetően, megtanultam a nevét, tehát egyik barátom szólt rám, hogy te, nézd már meg a nevét,
Tehát nem vágod a Kick-Ass filmet? Hát tényleg, még szemeltem, hogy Chris Kicks, meg Chris Kicks. És így már is jobban sikerült kimondani, csak egy kicsikét bele kell vinni egy apró logikát. És számomra is sikerült, és így sikerült megtanulni a nevét. Na? Megtanul, hazamegy? Hazamegy. Hát most nyugodtság és békesség van. Jelenleg van Józsi saját dzsungelében, Kazi saját dzsungelében. Rise azért a tisztességes távolságot megtartja Viktorral szemben. Rájöttem pedig a telepajat használta arra, hogy visszajön lényen minél hamarabb, viszont ultia nincsen, tehát hogyha a Getro nem hülye, már pedig nem az, akkor valamennyire tud itt popaszkodni. A farmot is elhozzuk, így van. És most megyünk haza. 130, azért popozza föl magát szépen, és az a 20 creepes 20-25 creepes különbség nem ment 2-3-4-5-ször akkorára, hála jó Istennek, tehát megvan az a szín. És már merem állítani, hogy nem azt, hogy jobban, de rosszabbul semmiképpen nem jövünk ki a cserékből fönn toplénán. Dugó pedig szétröhögő az agyát a bokorban. Varnak köszöntően mindenki hallja, nem csak ők, hanem még az elemi botlén is. És Renaton akkor elkezd farmolni a két torony között. Most folyam majd ki, Józsi érkezik, hopp, azt a varrot, igen, azt láttuk, hogy rakta a Leona. A Józsi ninja megint igazából ennyien ki is merült, hogy mehetünk vissza, hogy van pirosa is. Édesem szerint, talán tényleg a legjobb választás botlént genkelni. Itt még annyira nincs semmi sem eldöntve. Mindenkit dugó fejezzel meg kérlek, mert az én fülem szét fog szakadni. Tehát a botlénem még úgymond egál van. Minden abszolút, a farmon is még jók vagyunk, de mindenképpen hát a 2-0-nak és a 3-0-nak köszönhetően, és tényleg ha már az ember már pszichés és ott van, hogy ez a Viktor engem már kétszer tényleg megalázott, akkor valószínűleg fájni fog nekem harmadjára is. Tehát mindenképp morálisan jobban áll Viktor minden is. Viszont botni még nincsen teljes minden, viszont ott most azt lúsan be fogja fejezni. Az ultia az nem is volt már rá szükséges, és közben Gertrude, aki bulizik Renatonnal fent toppon, és lehet ugrálni ott a bokor, kiment az Ignite, Renatonnak Ignite-ja nincsen a teleportnak köszönhetően, Gertrude pedig erre nem flash-el, miközben Leont is befejezték torony alatt. Szépen Józsiék, hogy nem láttunk, de láttuk, hogy előtte, hogy ő is elég kevés HP jött már ki ebből a csereberéből. És ugye, ahogy mondtuk, ahogy beszéltünk arról, hogy ide lesz a botlint, és a legjobb választás a botlint genkelni, ragaszt nem is megy túl messzire, miközben Leonát és Ennőről pont elváltott, amikor megkapták, azt akartam nézni, hogy Józsi mikor és hogy fog érkezni. Lúsin ulti meg kimentik az oxigén vadászatra. Azért nézelődik, hogy hol van, most ugrik egyet, nem is értem, hogy miért. Egyszerűen pedig egyvégyezni fog Kazix, ami lehet, hogy nem jó, hiszen megjön Józsi ezt befejezni, így van. Erre szerintem még Kazix sem számolt, hogy itt be fog gurulni valaki. És mehet a dragon. Érkezik ugyanra Ryzen valamikor. Teleport topról nincsen. Elment a topon a teleport arra, hogy visszaérjen minél hamarabb a lényre Renekton. Ami szerintem egy óriási baromság, ha valaki meg ilyen summoner spellt hozott ki. És megvan a dragon. A második dragont hozzuk el teljes mértékben nyugodtságban. Bár az elsőre Jinx ulti volt próbára. De konkrétan fight érte nem. Azért mondom, hogy nyugodtabban lehet leszedni. A végén majdnem, hogy csúfos lett az eredménye. De a második dragon van most már a wide neve mellé fölstrigulázva. Az a ward, amiről most csak kiugrottam chatre, az ward az hátrébb volt dragon előtt, nem ott, ahol most a dragon van. És lehet, hogy nem lát annyira Kha'Zix, hogy Józsi hol és miként keresztül jön át, és ugye lehet, hogy már a dragon, azt hittem, hogy a dragon kezdi el szedni például. Sok minden lehet, sok minden ketyeghet. Teljesen mindegy, hogy a Kha'Zix genkit már látok toppon, tehát lehet, hogy többet hibázik, mint kéne, vagy ma nem megy neki annyira, mint kéne. Közben megy botten, adok-kapok. Érkezik egy teleport közbe, Ryze személyben jön meg, és akkor most van probléma. Most kérem, hogy mit akar így befejezni, dugó flash sem, miközben Jinx-en hátra betefejezni, és Leona és Jinx van hátul teljes mértékben. Enin. És Exorm az ultijának köszönhetően... Nincs meg. Renatnak között több pont meghalt, és Kha'Zix az Ignite alatt meg fog halni, így van. Összességében 3-2 ér, de ez nem botlénen történt. Tehát botlénen 1-2 csere volt.
Tehát úgymond a gang, ami érkezett a teleport személyében Rice-tól, az a csúfos, hát úgymond csúfos vége lett, bár azért egy 3-2-ben egyenbet még elhozni, az önmagában jó, de kettő meghalni érte már nem annyira, de a nulla halálánál mindenképpen jobb, és a másik tower túljuk be toplénen, úgyhogy úgy, hogy Renekton és Kazusz is el lett teljesmétlen a radírozza a pályáról, halálnyugodtan szedjük le ezt a toplén towert, és 4-1 a tornyok aránya jelen pillanatban a Wild javára, aránya a javára, még Rimmel is lassan verset kéne írnom, és jön egy Rise Flash, ez valószínűleg nem lesz az előző Flash, ez kicsikét már céltudatosabb volt a Rise-tól, 500 gólot dobáltunk le ezért, és jön Józsi, ultia neki nincsen, lehet, hogy ez okosabban kéne csinálnia, igen, a következő Q az már lassan halál lesz, dugó megjött, kiment az ónya, hát most akkor mi van, de ez az abszolút facepalm kategória, Rise-nak ugye flash-e nem volt, tehát itt neki két variáció volt, kicsikét arra megy és ott hal meg, vagy pedig megpróbál még ragaszt megölni, ha kijön az ónyából, kiment a ragasz ulti, Kazuszra kéne igazából fordulni, megy rá a fókusz valamennyire, Józsi van bajban, Rózsira megy közel a teleport, és meg a Renekton, Rózsira megy Renekton is, Józsit befejezik, és mehet talán a buli, jelen pillanatban a Getro van a fájban, majdnem, hogy egyedül érkezik, majd Annie vissza, érkezik majd Dugó, és közel Rengar ulti kiment, 3-3 ellen jelen pillanatban, ami minden fog történni, bocsánat, 3-4 ellen, nem, miért számolok rosszul? 3-3 ellen, bocsánat, mi leszünk 4-en, hogyha Viktor meg fog érkezni, összezavar itt a két számot oldalt, de megvan, minden megtalálok időben, közben Leona befejezte X-Firm, hát Jinxnek találnak itt a dupla V, de túl sok vizet nem zavar, ettől főleg Leona halott, egy óriási initiator, kevesebb a szán csapatánál, érkezik a Viktor Burst, valamennyire az ultia az még nem ment ki, de X-Firm fejezi be, ennek köszönhetően Viktor ultival is lett volna ölni, most Dugó kicsit bajban van. Dugó fordul vissza, valamiért megy vissza a fájban, valószínűleg a többiek hadd meneküljenek addig. Valamennyire jó döntés volt, lehet, hogy rosszabb is lett volna, így, hogy csak Dugó halt meg. A két carry, AD és AP carry még él. Toronyalá csúszunk közel vissza. Toplinen meg Rengar farmol, el van. Varrottunk egy baronra. Biztos, ami biztos, hogy 25 percnél már bármi összejöhet, legyen inkább baronon egy vardunk. Nyomok én neked A betűt, nyomottak én neked H betűt is. Így is lehet. Mikor, hogy ha kijön lépés, megnyomom, ígérem, megnyomom. A botnén még maga sem tudja elrönteni ellenőri botnén, hogy a minion leszedése után, hogy amúgy is mit van a csinálni, és mikor mennek le botnénre vissza. Ugye egyedül a botnén towerünket tolták be. Egy jelen pillanatban 4-1-es tower arány, amit büntetünk a szánt csapatára, az ugye a két kis dragon mellett azért az már egész nyomós gold különbséget eredmény a számunkra, és a mi javunkra, ez a Renekton double buff-fal is és szinte előnyben is pluszba, és még egy pár creep barátja is mellette van. Getronnak ezt azért kétszer át kell gondolni, mit kell csinálni. Renektonnak ultia még nincsen, ha tovább húzzuk, addigra lesz ulti, hiszen megjött József újra. Rengárnak van egy ultia, amit lassan el kell tolni. Úrik ki a bokorból, lejár közben a két, tehát már csak double buffot nem fog elmélkezni, Kalisztok kapják el jungle-ben, Annie és X-Worm és Kriszki, aki Rice fejezi be, Renekton, ami mindig mennek, ketten, amit Józsi fejez be, hát itt aztán volt kétféle esemény is, amit valamennyire sikerült, és kéte volna, hogy a directed kamera lesz olyan jó fej, hogy én hiába néztem, hogy mi van a térképen, ő magát odaváltott, amíg Renekton egy kicsikét volt egy pillanatnyi levegővétel ideje, addig leváltott arra, hogy hívjuk rá a Rice-t. És jelen pillanatban Kha'Zix fog még ide érkezni erre a baronra talán időben, nem. Ezt elfelejteni, smite-olni, ebben max egy halott Leona lesz, meg egy felesleges Jinx ulti, ez meg is van, lehet fordulni, Leona már áll egy helybe, a dash-e sem ment ki a Leona, komolyan mondom, tehát szegény csak így nyújtotta a kardját, és így húúúú, már az időlet el is takarítottuk a pályáról, és három ember jelen pillanatban, abból kettő most szaladt ki a kezdőről, most már négyen élnek. Teljesen easy baron, egy hát, azt hiszem, hogy két ember között lőtte le Jinx az ultiját, tehát még a baron se találta volna el időben, de még emberünket se találták el.
10 kágold. Azért az már csinos. Azért 28 percnél 10 kágolda vezetni, az már elég kellő nyugodalmat tud okozni a Vine csapatának. És megyünk, megyünk minden. Egyedül Getter, aki toppon szórakozik, most már level 16-oson. Hiába van 38 creep hátránya Reactumhoz képest, attól még üvel van. Ugye tornyok nincsenek, Reactum most jelenleg még szint hátrány van, és ultia megint nem veszed darabig. Getro közben farmol is, Reactum még maximálisan Getro püfeli, és a HP csere az már fél a semmiért. Tehát teljes, mint már nekünk kedvez. Sikerült Rengának túltenni elkezdett nehézségeket, a dugó kapja a fókuszt, és a dugó már nincs köztünk. Most azért Renekton ulti van. Tehát Getro nem tudom mit tervez és meddig. Neki is van ultia, a nagyon nagy gáz, azért lehet ebből futni, hát is nyomta, az a biztos. Igazi visszajön, körbenéz, hogy hol vagyunk, mi van, ti hol vagytok, igen? Akkor mi lehet visszamegyek topra kicsiket bulizni. Tehát ilyen beépített Everint játszik közben Rengar, és Chris Kriv egy ki a fókusz, Chrisnek a bőrszje nagyon foghiasan jött ki, ugyanis az ultia is bennmaradt. És úgymond ketten haltunk meg a semmiért. Miközben Józsi a harmadik dragonért teljes, mint a nyugodtságban, békességben szert tesz. Lehet, hogy egy midtowernek lesznek ebből problémái, de már Getul is megjött azért midre. Érkezik dugó és nem sokára. Érkezik még valamennyire ott a teleport is pluszban, tehát Renato is meg fog jönni, hiába topra ment ki. És 5v3 jelen pillanat a midlénen, de teljes mértékben a trade maximum helyen kedves. Van egy ragasz ultink, amit Józsi el akar kezdeni ezt a fight. El fog kezdeni, mert ragasz ulti még nem ment ki. Most a ragasz ulti és a W ki Józsitól. Kha'Zix baj van, Kha'Zix repül ki. Rice-tudik Getro közben, Rice fog meghalni, Getro tud ugrani a bokorból, nem lesz elég. Kha'Zix viszont Józsi flash-el, nem hal meg. Kha'Zix is elmegy, Rice is elmegy, de az a double kill, az mindenkivel rátette az ide a pontod. Getro pedig ismét ultiba szalad. Rice szeretné magáévá tenni, magáénak tenni, és még nincs meg, és három ölik toronyan, aki segítségével, és Renaton aki visszafordul. Renaton, aki ilyen pillanatban ultiban áll és néz, és jön most Józsira. Benne két ember között nem lesz elég. Nem tudom Renaton mit akar, és mit akar véghez vinni, de ha nem lesz jó, meg jön dugó és Exorm, itt semmiképpen nem lesz sehova. A Renaton jön vissza Kha'Zix közbe, Rice is megöt ismét, kiment zónyak ragasztól, de itt igazából 4v2 van. Ragasz, aki kapja a fókusz közben hátul, miközben Rice eltemetik, Exor még, Kha'Zix is meghal, és maradt egy Leona. Arra, és egyesével jön ebbe a fájba. Mi csinál? Ez aramot játszunk, gyerekek, vagy most komolyan? Tehát egyesével bejön a fájba, teljesen rendszertelenül elérkezik folyamatosan a szánt csapatának a tagjai, és ezt maximálisan kihasználjuk. Tehát ráfordultunk erre, ráfordultunk arra, és szépen lassan mindenkit kinyírtunk, és konkrétan egy Jinxnek van 15 másodperc, egyről megfogja az egészet, kimenek a ultia is, ami nem fogja békén Jinxet a kezdőn. És lehet, hogy be is fogjuk mondom, magdosni a fejét, ott van, és nagyon szívem megy tovább, a White csapata majdnem, hogy begrippet mondtam a következő fordulóra. GGVP, ez szép volt, srácok, de végén a levegőt se kaptam. Jaj, hát én azt hittem, hogy Józsi ezzel az ultival ott minden, ha emlékeztek rá a double kill-en, azt hittem, hogy egy jó fightet fog kialakítani, hogy így elrepülnek az emberek, de hogy két ember belehaljon, hát persze így is jó, nekünk meg főleg. Na és akkor lehet nézni az ágazat, ugye felkiált, hogy a bracket parancsal működik, én már beírtam, ne írjátok be, de rá lehet kattintani a linkre, rá tudunk nézni a bracketre, én is azt teszem, hogy lássuk, hogy mi az, ami következőnek következik.